azért nem jó. Nem csak beszélgettek a vízről, hanem meg is kóstolták a különböző ízűeket a diákok a délelőtti kutakodó foglalkozáson. Leginkább a büdös vízről oszlottak meg a vélemények. Első tapasztalatom, a gyógyvíz nem jó. Tehát igazából, hát én erről az úgymond óráról annyit tudnék elmondani, hogy tehát megtanultuk, hogy, hogy hol helyezkednek el ezek a vizek, hogy a körforgást is megtanultuk. Itt is ugyanúgy a nagyobbak átadták a kisebbeknek, amit ők már tudtak. Összesen 36 általános iskolás vesz részt a gyermek egyetemen. A különleges programot a jelentkezők száma miatt már másodszor rendezték meg a nyáron. Ahogyan a szervezők mondják, a tábor sodrását a víz biztosítja. Minden, ami a vízzel kapcsolatos, és különböző oldalról megközelítve. Tehát indul úgy, hogy földrajznap, azaz geológia, illetve az ásványvizeknek a világával foglalkozik az egyik kolléganőnk. Kóstolnak is nagyon finom ásványvizeket, ezt nagyon élvezik. Kőzeteket nézhetnek meg. Aztán kémia nap lesz, biológia nap lesz kint a csónakázótónál, technológia nap lesz, hogy víztisztítás hogyan történik, és szennyvízkezelés hogyan történhet, illetve zöld nappal várjuk még őket, és nagyon sok, nagyon érdekes meglepetéssel. A tábort a Sós Ernő Víztechnológiai Kutató-Fejlesztő Központ, a Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusza, valamint a Kanizsa Felső Oktatásáért Alapítvány közösen szervezte. A nagy érdeklődés miatt a gyermekegyetemet jövőre is megrendezik.